Sokan próbálják egy nap alatt bejárni Velencét, és a legfontosabb látnivalókat igaz felületesen, de meg is lehet nézni ennyi idő alatt. Ez a videó nagyjából ezeket veszi végig. Mivel legutóbb én is csak egy napot voltam, így az idő rövidsége miatt a helyszínen nem mondtam konfokat, de azért itt-ott feltűnök majd. A legtöbben a Tronchetto parkolóházban teszik le az autót, és innen indulnak el a helyi tömegközlekedési eszköznek számító kishajókkal, azaz a vaporettókkal a történelmi Velence központja felé. A vaporettók a központi csatornán a Grand Canalon közlekednek két irányba, viszonylag gyakran. A csatornán a forgalom egyébként nagy, de mégis van láthatóan valami rendszer a rendszertelenségben. Nagyjából 12 megálló van a Szent Márk térig, de nem muszáj addig elmenni, sokan leszállnak például itt a nevezetes Rialto hídnál, vagy éppennél a csodaszép templomnál, ami a Santa Maria de Salute nevet viseli. Azért persze a legtöbben a központig a Szent Márk térig mennek, ide nagyjából 30-40 perc az út, a Szent Márk tér zsúfolt. Ha nyáron jövünk itt, akkor is sokan vannak, de ez nem csoda, naponta körülbelül 60 ezer turista jön Velencébe, és a nagy részük megfordul itt, hiszen itt vannak a fő látnivalók. Például a Dózse palota, ami a velencei köztársaságot egykor irányító vezető, azaz a Dózse rezidenciája volt, és itt a Szent Márk templom is, ami a város főtemploma. A Szent Márk téren áll a 100 méter magas Campanile is, ami egyébként a Szent Márk templom harangtornya. Mind a Dózse palotában, mind a templomban, mind a toronyhoz hatalmas sorokat kell végigállni, így ha csak egy napunk van és csak egy sort akarunk végigállni, akkor talán a torony a legértelmesebb döntés, mert itt kell a legkevesebbet várakozni, ráadásul fentről jól átlátni a lentől picit kuszának tűnő várost. Ennek a táblának a szövege sajnos nincs lefordítva más nyelvre, így sokan lemaradnak az egyik legjobb sztoriról. A szöveg magyarul nagyjából annyit tesz, 1609-ben Galilei innen a toronyból tágította ki az emberi látóhatárt, és arra vonatkozik, hogy a mester itt próbálta ki először a saját készítésű távcsövét. Az ott lévők állítólag nagyon megdöbbentek, hogy láthatóvá vált például a távoli hajók mellett a Murano-i sziget is. A központi térhez nagyon közel van a Sóhajók hídja, amiről kis tolakodással és szerencsével lehet ilyen turistamentes felvételeket is készíteni, de a valóságban nagyjából ez a helyzet. Ahogy legtöbben tudják, a neve onnan van, hogy az elítéltek ezen a hídon mentek át annó a törvényszék épületéből a fegyházba, vagyis innen látták nagy Sóhajók közepette utoljára a tengert. Velencében kihagyhatatlan még a gondola téma. Ahogy jövünk, megyünk keresztül kasul a csatornákon, hidakon, rengeteg gondolát fogunk látni. A gondolázás drága mulatság, fél órára nagyjából 100 euró, igaz, nászutasoknak megérheti, mert állítólag, ha minden híd alatt megcsókolják egymást, akkor boldog lesz a házasságuk. Velence fénykorában egyébként nagyjából 10 000 gondolás volt, ez volt ugyanis a nemesi családok mindennapi közlekedési eszköze, aztán, ahogy épültek a hidak, úgy lett rájuk egyre kevésbé szükség, és úgy lett belőlük egyre kevesebb. Ha Velence, akkor a karnevál is kihagyhatatlan, bár erre minden évben farsangkor kerül sor, azért nyáron is vannak nyomai, például van jó pár üzlet, ahol megnézhetjük, hogyan készülnek a maszkok, és akár meg is vehetjük az állarcunkat a téli karneválra. Egyébként, amit még feltétlenül érdemes egy napba belesűríteni, az párul a céltalan császkálása a labirintusszerű sikátorokban és a csatornák felett átívelő hidakon, ugyanis szerintem ez adja vissza igazán Velence hangulatát.